Internetes videó mutatja be az éjjellátó távcső működését. A vadászpuskára szerelhető eszköz digitális eljárással akár hatszoros nagyításra is képes. Az ilyen keresők használata a Magyarországon tilos. A törvények szerint ugyanis, aki ezzel akar állatot elejteni, orvadászatot követel. Ezt tette a faddon élő férfi is. Egy erdészeti ügyintéző vonta ellenőrzés alá. Addigra már elejtett egy dámbikát. Az ügyből végül rendőrségi feljelentés, abból pedig bírósági ítélet lett. A bíróság megállapította azt, hogy a vádlott a vadászati tevékenysége során ezzel az éjjellátó céltávcsővel olyan tiltott vadászati eszközt használt, amely nem megengedett a vadászat során, ezzel követte el a bűncselekményt. A tiltott céltávcsővel vadászó férfi végül pénzbüntetést kapott. Az ítélet viszont egyelőre nem emelkedett jogerőre, mert a vádlott fellebbezett.